Egyre többen használnak napelemet, egyre több napelempark épül. Az egyik nagyon fontos, az a tűzvédelmi főkapcsoló, ami nagyon-nagyon fontos, és a rendszer lelke ugyanis, hogyha bármilyen tűzeset vagy bármilyen probléma van, akkor ezzel tudjuk leválasztani a hálózatról a napelemeket. Tehát ezzel garantáljuk a biztonságot. Környezetvédelmi szempontból ez jó hír, azonban, mivel egyre több ilyen rendszer telepítenek a talajra, a háztetőkre és az épületekbe integrálva is, az esetleges tűzvíz okozta kockázatról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen a rendszerek különféle elemei polimer tartalmuk miatt gyúlékonyak. Kijelenthető, hogy önmagában a napelempanel nem tűzveszélyes. Öngyulladása biztosan nem ö, alkalmas, ugyanis gyártási technológiája során sokkal nagyobb hőterhelés éri, mint a nyári nap tűző melege, illetve a működési hőtartománya is egy széles skálán mozog. Itt a probléma forrása teljesen másban keresendő, jellemzően a telepítéskor felhasznált anyagok minősége, a gyártói előírások betartása, szabályok, szabványok alkalmazása, vagy említhetném az országos tűzédelmi szabány irányelveinek a figyelembevétele. Jellemzően a nem megfelelően méretezett kábelek alkalmazása, a nem megfelelő kábelek alkalmazása, ugyanis speciális szolárkábelek kerülnek alkalmazásra, illetve a csatlakozók, a minőségi csatlakozók alkalmazása az, ami az egyik fő gócpontja lehet a problémának, ugyanis ha érintkezési kontakt hiba lép fel, ugyanis óriási feszültségekről beszélünk, akkor az bizony Tüzet okozhat. Egy korcagi szakembert kérdeztünk meg, mire érdemes odafigyelni. A zárlat előfordulhat bármilyen elektromos berendezésben, de minél fejlettebb invertert, minél minőségebbi prémium márkából választunk, annál fejlettebb a védelme is a zárlatok, illetve az ív zárlatok ellen. A szakember kiemelte, érdemes telepítés előtt referenciát és részletes árajánlatot kérni, hogy elkerüljük a hanyag kivitelezés lehetőségét.